Gombapaprikásban gazdag estét kívánok! Szevasz! Szevasz, Charlie! 1,26 ohm 15 watt. A pontos időt hallottátok! Azt hittem, hogy az ómikus ellenállásodat. Oh, yeah. Mi a helyzet? Mi újság? Ó. Oh. Figyelj, kezdjem én. Of course. Ó, oh, yes. Hát, innen is, a messzi távolból, üdvözlöm a magyar államvasutakat. Mm. Olyat alakított a köcsém szerdán, tehát uh, én a balga, szerda, Putyin látogatás oh. Budapest. Nem megyünk föl kocsival, á, nem. Tök jó. Ha van vonat, érted? Telefon, vonat egy rendelés, nem mondjuk az se volt egyszerű, hogy át kellett ülnöm a számítógéphez, mert hogy első osztályú kocsiban nem bírtam az Appon keresztül uh, uh, helyjegyet váltani. Na, mindegy, beregisztrálok még egyszer, mert hogy hiába regisztrálsz be a mobilappon, az a, a, netes oldalon semmit nem ér. Vice verza egyébként. Mindegy, beregisztrált 10% kedvezmény, cseim. Hát teljesen odáig voltam. Utoljára 4500 ig utaztam Budapestre. Most első osztályon 3500 vagy 600 forint zsír. Érted? Oda-vissza nem lehet megvenni a jegyet. Vágod? Mert nem ad ki hely jegyet, bakker. ah ne is mondja. Tehát külön megvettem oda, és külön megvettem vissza? Oké. Okay. Tehát, hogy hívja ezt a vasút, ilyen hülye neve van? Térti térti. menettérti, Te... menett menettérti. Menettérti, menettérti, azaz, menettérti, zsír. 21. században járunk. Na, öcsém, beülök a vonatra, első osztályú kocsi. Mm. Nagyon zsír. Ücső, cegléd. Beront a kalauz. <laughs> rossz hírem van, le kell szállniuk, mert felső vezeték szakadás van a vonalon. Mondom, igen, és, tehát, hogy mi a további teendő. Oké, okay, tehát nem ceglédre váltottam jegyet, nem tudom, hogy ez mennyire lépte át a Mávinger küszöbét, érted? Hogy ki van fizetve Budapest nyugati pályaudvarig a jegy. És akkor mondja Csávó, semmi gond, hát 20 perc van indul a, a személyvonat. Másfél órát mentünk, bazd meg, ceglédről a nyugati ja, ez ilyen kertefa, érted? almafa, barackfa. Hogy minden, az, összes kibaszott település alsó, felső vége, minden megvolt. Kőbánya Kispestből egy tucat. Tehát fú, baszki, nagyon durva volt. Na mindegy, beérek, mondom, semmi gond, rászámoltam az időt, érted? Elmegyek, veszek buszjegyet, vagy mi ez, nem buszjegy, ez a BKV jegyet. Még az se, 350 forint egy BKV jegy, hát ez a szegedi trollibusz van pariba, hát teljesen jó, érted? Mindjárt vettem is 10 darabot, annyira megtetszett nekem. <laughs> automatából vásároltam. Na most a külföldiek, bakker, én nem tudom, mi van oda írva, érted, de hogy azok ott totóztak, érted, 10 percet az automatánál, mire jegyet bírtak venni. Lényegtelen kivártam a soron, megvettem, fasz a Go Metro, metróból átsz, átszállok a buszra, megkérdezek egy Budapestit, tudod. Ez a busz megy oda? Nem, nem ez. Főszállt a faszi, és az a busz ment oda, öcsém. Az, az, a többi egy se ment oda. Az az egy, amit kinéztem, és én hülye meg kell, mert nem kérdezem meg a rá én is. Na mindegy, visszafelé. Természetesen ez reggel volt, estig nem tudták megcsinálni a felső vezetéket, A nyugati pályaudvaron egy kibaszott tájékoztató nem volt kírva, mindenki átott, mint a izé, és a 3 órával a vonat indulása előtt a jegypénztár mellett a tudakozó megmondta, hogy bármelyik vonattal elmehetek ceglédre, mert ceglédről fog majd menni bármelyik gyors. Bármelyikre fölülhetek, nincsen probléma, érted? Hát mondom, ez kurva zsír. És akkor megint másfél óra, természetesen azt a vonatot lekéstem, amire nekem szólt a helyjegyem. Egy másikkal jöttem, és elbatyogtam az első osztályra, mert csak oda vettem helyjegyet. Na most Charlie, olyan időutazás volt, hogy beszarsz. Tehát az a 45-50 évvel ezelőtti első osztályú kocsi, kifeküdve, kikönyökölve, baszki, kiülve mindenhol a kárpit, a falban 6-3-as jack csatlakozó egyes csatorna fölírattal és kettes csatorna fölírattal. Vágod? Fogalmasíts, hogy, jel. hogy a zombi jött egyébként annak idején. Eszméletlen volt. Úgyhogy uh, nagy kaland volt. Na. Innen Akkor lett volna ügyvözőjük. csak nagyobb kaland, kalandod, hogyha szeptember vége felé utazol a magyar államvasutakkal, mert hogy euh, volt egy filmforgatás, aminek akkor is volt egy jelenete a B -b 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 valamelyik pályaudvar, szerintem a nyugatiban, meg utána egy utó felvétel is volt euh, múlt héten. <kül> Ezt úgy apostrofálták, hogy szerencsére nem a kampány durvult be, csak filmforgatás van a nyugatiban, ugyanis tele volt a nyugati, aggatva, horogkeresztes zászlókkal. <kül> oda szerettem oda megérkezni, jelent, volna megérkezni, az Mielőtt tudod, és így, Paz, meg, mi az Isten, időutazás Schindler listája? És Nisen hogy Megpucsolta Orbánt a KDMP. Jézusom. És hogy begurult, jaj, bocsánat, begurult egy régi gőzmozdony is. Egy 424-es, ugye? Úgyhogy Oh, igen. Úgyhogy elég menő nézett ki, csak olyan szürreális volt, hogy ott lehet látni az embereket, és a falon meg piros, fehér, fekete porok keresztes zászló volt. Az utazásról jutott eszembe, ugye múltkor, mikor mi mentünk Prágába, akkor is ilyesmi volt a dolog, hogy első, sem, nagy, nagy különbség nincsen most már első osztályok, meg másodosztály között talán egy kicsit kényelmesebb, de hogy ott nekünk az volt, hogy ugye a helyi egyesek fölé, mikor indultunk, akkor jött a kalauz, és kézzel ugye nézegetett egy táblázatot, és voltak ilyen kis lejfniei, tudod, mint ami a, a, a Tesco-ban, meg az Osamban vannak, amire kírják az árakat. És olyanokon nézte, yes, hogy yes. melyik ember hol ül, és ahol helyi egyes volt, oda fölé rakott egy cetlit ilyen nagyon 20. századi módon jelölte magának, hogy itt helyjegyes fog ülni, ott is helyegyes fog, hogy hol száll föl, hol száll le. Hű, csak néztem. Úgyhogy. Tudjuk hát erre azért már egy applikációt illet volna. visszafelé, hát nem, nem applikáció volt visszafelé, hanem akkor ilyen digitális kijelző volt, és valonnan frissítették a távolból. Egyébként mi történt velem? A héten most innentől haladok visszafelé, hallom, hogy kopognak az ajtómon. Ma. De olyan... Jehova tanúi. Hát azért nem lehet, mert ugye sorház, tehát ajtó, udvar, kerítés. Nem tud, max. ha átugrik, ja. és valaki kopog. By the Ki kopog, mi az? Is? Megyek oda, átnézek az ablakon. És van nekünk kint ilyen, ilyen ajtódísz, tudod, ilyen koszorú, üdv nálunk, meg sok szeretettel, meg az anyám kénye, nem tudom, mi... na mindegy. Fújta a szél. Nem. Egy cinege kapaszkodott bele, és mint a harkály, <laughs> kapogott az ajtómon. És így nézem, hogy picinke, picinke, te itt mi az Isten csinálsz? Így kikopogtam neki, és elszállt. De büntetésből oda Biszkított nekem valami, nem tudom, guztustalanságot. Még jó, hogy nem a lábtörlő le, hanem mellé. Úgyhogy ezt le lehetett onnan gűz borot válni. És ami még történt, hogy közös ismerősünk hajnal, Bivaj György, yes. Péter beszéltem vele az egyik adás kapcsán, valahogy szóba került megint a húsfifika porzasztó. <sínt> oh, jaj, 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 jaj. Na elmondom, mi a, mi a felállás. Vele még ezt nem egyeztetem, de majd az adásból megtudják. <sínt> szóval <sínt> megvan a közös halmaz Fifika. Tehát mikor kimondta, hogy otthon van neki egy beatboxa, akkor én tudtam, hogy gyerekek, megérkeztem. Mikor megyünk? Mondta, hogy Hát, hogyha valami kell disznóvágásról, csak szóljál, mert izé rádob. Ja, hogy mondom, tudod, én azt úgy szeretem, hogy én a saját magamnak elbogarászni, meg eljátszadozni vele. Semmi gond, vendégszóva van. Ó, azt mondja Fifika, neked is ö, még van vele találkozód talán. Úgyhogy... Igen, mert az... hogy a, a húst küldte, és tudod, a, a hűtő... Mi a fölné? majdnem azt mondtam, hogy hűtő de nem hanem uh, amit, a ja, jégakuk vannak még nálam. Úgyhogy mondta nekem ott, hogy egy jó kis uh, mm, szamárnyak, ú, uh, mondom, na, amire én rá tudok ülni, és Elviszából bébe olyat nem szoktam enni, de nem zárkózom. Ácsáli, ezeket könnyen, könnyen meg lehet törni ezeket a varázslatokat. Hmm, nem tudom, nem tudom. Ah. Úgyhogy ez volt most egy kicsit az életemnek könnyebb szakasza, hogy kevesebbet dolgozom, de nekünk meg adáskészítés szempontjából nehezebb szakasz jön, mert ebben a hónapban már csak éjszakám lesz, és pont ezért hoztuk előrébb is egy nappal az adásfelvételt, mert hogy holnap is megyek dolgozni. De Tehát pont... amik kedden történik, arról nem beszélünk. Arról csináljunk úgy, mintha nem történt volna meg, igen. ha nem beszélnék. Igen, 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 de vannak témák a tarsolyunkban, van itt Billion Lives, van itt NGP, van itt Fasztek Huszárok alkonya, van itt Andy Besír, akinél elgurult a gyógyszer, tehát lesz, lesz rengeteg, rengeteg érdekesnek ígérkező témánk, szerintem vágjunk is bele. Go. Melyikkel kezdjünk? Hát, figyelj, tetszés szerint válogat. Pik van, oké, akkor A Billion Lives. Nem tettem ki a magyar oldalra azért, mert hogy kint van a a nemzetközi Billion Lives oldalon, hogy, hogy hatalmas nagy zsírság van, mert hogy mostantól ingyenesen elérhető a Billion Live című dokumentumfilm eposz. Ezt most én mondtam, de egyébként csak egy dokumentumfilm. És hogy és hogy ez úgy ingyenesen elérhető, hogy egy, egy, egy ilyen teljesen legális streaming szolgáltatónál vagy streaming szolgáltató által lehet ezt megnézni. Egy az apró bökkenő, hogy ez a szolgáltató ez a Tubi <laughs> Tubifex, ez Tubi TV, Tubifex, igen. Igen, hogy ez a Tubi TV ez kicsit outdated dolgokkal dolgozik és vagy nem ment utána, vagy nem frissítette, vagy tojt az egészre. De hogyha megkattintja az ember azt a linket, akkor egyből a gdpr.tubi.tv-re viszi, ahol azt mondják, hogy hogy ők a legnagyobb ingyenes film és TV streamelő szolgáltatás az Egyesült Államokban. Nem vagyunk elérhetőek. Európában az EU-s törvényi szabályozások miatt, és akkor ott kisbetűvel, hogy 2018 május 10, vagy májusban ugye a GDPR-t bevezették nálunk, és a végén ott van, hogy a, a visszatérést szervezzük, tervezzük hamarosan az Európai Unió államaiban. Hát ez a hamarosan, majd majdnem egy év, vagy lehet, hogy egy kicsivel több is, mint egy év. Azért megnéztem, egy amerikai VPN-re fölcsatlakoztam, hogy mégis mi az, és valóban ott van. Tehát ha az ember nagyon meg akarja nézni, akkor ilyen fizetős VPN, mond, kerülni. mondjuk mint a Nord VPN-nel, ugye, meg tudja kerülni, csak ugye az a baj, hogy ott meg nincs magyar felirat. Úgyhogy ezt a részét is, ezt a problémát is, hogy nincs magyar felirat, jeleztem Éronnak, meg hogy, meg hogy nem tudjuk megnézni. És aztán jelentkeztek a svédek, jelentkeztek a németek, és, és akkor körvonalazódott, hogy jó, hát akkor megnyugodtam, nem csak mi vagyunk ilyen mostoha helyzetben, úgyhogy hát most azon vagyunk, hogy, hogy nem közösen, hanem külön-külön szépen mindenki ír nekik, hogy mikor várható valami, mert hogy Éron az, azon lepődött meg igazából, hogy ugye neki úgy adták el a szolgáltatást ott, hogy hát az aztán ez olyan worldwide, hogy már csak a marson kéne fogni, és akkor lehetne több embert elérni vele, de bele se gondoltak, hogy, hogy ilyen előfordulhat, úgyhogy most azon vagyunk, hogy, hogy ezt megoldjuk. Nem tudom, hogy miért jobb ez, mint, a, mint az, ahol fönn volt eredetileg, vagy hogy ott direkt csak úgy lehet fölrakni, tudod, az a hú, nem is tudom, mi volt az a ATH nem tudom, mi volt az a tudod, ahol meg lehetett vásárolni filmet. Igen, igen. Hogy oda föl lehet -e igen. rakni ingyenesen, vagy sem, vagy hogy a Youtube-ra, vagy a Vimeo-ra, miért nem. Hát biztos megvan az oka, most akkor ennek a vonalnak próbálunk utána járni. Illetve, illetve egy ilyen apró kis fun fact, ez csak most vettem észre, de természetesen Krisztiánnal meg kellett osztanom, hogy néztem a, néztem a Billion Lives-nak a Facebook oldalát, és olyan, olyan ismerős volt nekem az a kép ott a, tudod, van ott jobbra az a történetünk, ez az Our Story. Igen. És ismerős a filmszínház. Mondom, már megkattintom ezt a képet, mert nekem gyanús, és Magyarországi premier, és azzal a képű fifikával nem állhatok ott, de helyette ott van az a még jó képű mújó és én a színpadon. Úgyhogy képzeld, az a kép van oda berakva nekik a, a Billion Lives-os történethez, amikor mi töltöttük meg a mi urániánkat. Úgyhogy nem csak ö, üres frázis, hogy tetszett nekik ez. Mármint, a... hogy nem te, te, meg a Krisztián, meg én, hanem hogy a magyar vége. Úgy, 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 igen, úgy, persze persze, 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 persze. Hát nem, a színpadon a Krisztián van, meg én, meg Tele a, tele a, nézőtér ugye a, a gőzlértársakkal. Ez csak egy ilyen kis apró összenet volt, úgyhogy Krisztián is mondta, hogy kemények vagyunk, mint a kád széle. Ja. Na, úgyhogy Billion Lives ügyileg ennyi, ingyen film ügyileg ennyi, és, és vannak Uh, további témák. Most csapjunk egy olyanba, ami neked uh, új volt most, az a három betűs, igen, amin most állsz éppen. Yes, uh, ez nekem nem volt új, hanem. Uh, ne, képzeld, hát, el, hát, hogy most raktuk be, arra mondom az újat. Ja, igen. Uh, képzeld el, uh, meghívtak az NGP csoportba tiszteletbeli tagként. Rohamosan csökken a színvonal. <síns> <síns> <doss lösszet> hát ez egy nem, nem nagy létszámú csoport. Írtam is egy szösszenetet, és akkor így elméláztam ezen az NGP-sztorin. És tényleg csak azért mondtam, hogy tegyük be, mert örökítsük meg az utókornak a, az NGP sztoriát, Ami egyébként szerintem egy-két dologban baromi előremutató volt. Például a névválasztásban, mert az NGP, ugye a New Generation Productot most rettentően nyomják. Tíz évvel azután, hogy ők ők kioszták az első terméküket a piacra. És. Ugye annak idején, szerintem még te nem is elcigisztél, annak idején csináltam egy videót, az első, de nem is az első, ez már szerintem a V2.2-es Genesis volt, ami NGP Genesisként jött ki, és uh, ugye gondolkoztam, hogy te Jézus Mária, tehát hogy uh, egy, egyrészt emlékszem a videó készítésére, ugye ez még a korai videók uh, egyike volt, és bakkert, tehát így leszakította a torkom meg a tüdőm, tehát borzasztó volt. Uh, ezt valahol így félig meddig, Két, nem őszinte mosoly között szerintem meg is jegyeztem, hogy brutális a, a TH-ja. És uh, aztán később, amikor már uh, jártak a kezembe olyan uh, uh, Genesis rendszerű kazánok, amik uh, uh, tényleg eszméletlen jó ízeket uh, hoztak és uh, baromi jól működtek, akkor... Uh, akkor jöttem rá, hogy hát ők miután az elsők voltak uh, Magyarországon mindenféleképpen, de szerintem így a nemzetközi mezőnybe is valahol az elsők között uh, csinálták meg a, a Genesis-üket, és még emlékszem olyan YouTube videóra, ahol magát a Genesis rendszert még csak demozgatták, hogy hú, bakker nézván, fémesre, ha tekersz, akkor így lehet uh, gőzt gyártani, de még nem voltak működő készülékek és hát na, azt az első középen följön a, a mes, és ott két, két oldalt volt a csavar, megtekerted, és a kupakot egy menettel lehetett ráhajtani. És ahol megállt a lyuk, az ott volt. Azt gondolták, tólt, hogy középen van a mes, tök mindegy, hogy hova kerül a lyuk. Hát az enyém azt szerintem pont elébe vert az, az oszlop. Egy csavart. Aha. igen, igen ismeres. és, és borzasztó, mondom, olyan th -ja volt, hogy megbolondult a íze, az szinte nulla, és ez nekem akkor el is vette a kedvemet ettől a, az egész Genesis technológiától és azt hiszem, hogy a Kuzi adott egyszer egy találkozón a kezembe egy Kuzi genesis és mondta, hogy próbált ki, mert mondta neki, áh, genesis az meg az borzasztó, és mondta, hogy nem, 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 ugyan szívjávám van bele", és bele szívtam, és ah, mondom, mi ez? és hát ugye a Genesis, a magyar genesis csúcsa az mindenféleképpen az origen, amit aztán senki nem tekert már messe, hanem vattával függőlegesen. Na mondom, ne szívassá, én is messe használom. De de, de a, egy csomó embert láttam, hogy tot csinált egy Ja, az a guztustalan vattakukat, és ami úgy... Belehúzta oh. a vattacsíkot, igen, mondom, ezt gratulálok, ezért Genesis venni, teljesen fölösleges volt. Na, ezt gócos meg nagy utat jártak be aztán ők is kitették a szélére, aztán már tud ilyen gumiskupak volt, hogy odaállítottad a, a levegőnyílást, ahol akartad, de még akkor ment ez az egyes lyukkal kaptam, de fölfúrom más felesre. Ami viszont szerintem ö, a világon az első megoldásuk volt, az az érintő kapcsolós fetes ö, mod. Tehát az, bakker zseniális volt. Igaz, néha elpiszkolódott, az egy rész középérintkező volt, és egy alumínium házas modról beszélünk, és nem tudom, hogy egyáltalán létezette aztán ez SS-be, mert ugye a következő lépcső, amikor a Moon szériát csinálták, az volt, hogy SS test és mágneses kapcsoló. Ami nekem nem állt kézre, de nagyon kompakt kis készülék volt, és baromira tetszett, és tényleg nagyon jó mutatott mindenkinél. De de ez egy ilyen nehezen hozzáférhető, egyfajta belső körhöz kellett tartozni, hogy hozzá tudjál jutni ezekhez a készülékekhez, de azért, na, ennek még volt valami varázsa abban az időben. Tehát amikor én a, az én genesis vettem, akkor nekem még telefonon be kellett beszélgetnem egy úri emberre, hogy na, tényleg értek már valamennyit az e-cigarettához, és nem e, egy nób veszi meg a készüléket, aki aztán szétrólkodja a netet vele, hogy milyen szar. Tehát ez, 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 még egy, egy, egy nagyon barom érdekes korszak volt, és most a Genesis, Genesis az NGP csoportba látom, hogy, hogy, mennyi készülék maradt meg, és hogy hogy vigyáznak rá, és már mennyire kuriózumnak számítanak ezek a, a készülékek. Neked volt valami élményed egyébként NGP fronton? Nem. Maradhatnánk ennyibe ne, is, hogy okay. nem, mert okay. nekem a távkapcsoló az lassú volt, tudod, mert az a folyamatosan karban tartani, hogy szépen csúszon, meg vissza menjen rendesen, meg az érintett, te is olyan vagy Fifika, az idő az minden emléket megszépít. A, abban az Valószínű, adott pillanatban egyébként. nem volt az, mindig használtam egyébként NGP-t is, de én inkább Kuzit, a Vatelinesét azt zsöniára ö, értékelném, úgyhogy az nagyon finom volt. Ö, és volt nekem egy komplett szériám Kuziból a 013-as mod is, meg, meg, hozzá pelzó is, meg minden szírszar, amit aztán Csirik úr vett meg, úgyhogy én meg szabadultam a... Ő is nagy, ő, ő is nagy NGP fan volt egyébként, vagy még az is valószínű. Úgyhogy én megszabadultam a, a mechanikus modkészülékektől, de Hmm, gondolkod. Igen, hát legutoljára, amikor elgondolkoztam megint, hogy meha kéne, az a, az a Stuttgart. Igen, a Giorgionak. Igen, a Giorgio. A kompakt kis cucca 18-3-5-0 a házban. Az azt az, az, az el nem tudom neked, hát el tudom mondani, mert te is láttad, de hogy aki nem látta, láttam, aki nem láttam. látta kézben nem fogta, az tényleg nem tudja elképzelni. Tehát, hogy, hogy így ilyen. nézted, és nem értetted, hogy hol van benne az akkumulátor. Tehát egyszerűen zseniális volt a kialakítás. Hány gyönyörű készülék, az tény és való. Úgyhogy annak az a ródiumos... Bevonatolása az nagyon tetszik, az a, az, a, az a mély fekete, de mégis olyan. Van neki valami, érzed a vastagságát, ahogy ránézel arra a polírozott csőre, úgyhogy nagyon-nagyon kis fasz nekem, az a szín nagyon tetszik. De mindig följövök podcastolni, és mindig ránézek a sedóra is. Azt az meg be kéne újra tekerni meg. A, ezer a problémám, meg ezer a dolgom, nagyobb problémám egyébként sose legyen, de most tesztelési fázis van, egy meg nem nevezhető kazánt, tesztelünk is, és, és azért mellőzzük a Öreg, tépét. öreg, öreg véperekkel beszélgetve, tudod, hogy mire jöttem rá, hogy már mindegyik uh, unja a tekerést. Igen. Tehát, azt ja, te figyelj már, nincs időm, nincs rá, föl, tehát én használni akarom most már, nem akarok ezzel kilódni. Mennyit változott a világ egyébként, meg nem is tudom, meg hát egyre jobbak a készülékek, azért ezt, ezt lássuk be. Azt hozzátenném, hogy egyre jobbak a készülékek, ezt lássuk be. Én vagyok az élő ellenpélda, aki tudod, hogy nem szokott az egekbe menő teljesítmény értékekkel hogy így fogalmazzak, és a megveszekedett 20 wattommal is sikerült olyat alkotnom a dwarfban, hogy jött egy pillanat, amikor egy ilyen baromi erő, de tudod, ez a mikor valami rosszat mér a készülék, és mindig lefele mér rosszat, hogy rohadjon meg, és, olyan pillanatok alatt jött a dry hit, hogy én azt hittem, hogy, hogy már a papot kerestem a telefonkönyvbe. Fú, mondom, hát, ha még menthető, tudod, egy kicsit befogod, rászívsz, hogy beszívja a vákumot Egyébként. és a likvid, és nem lett jobb, nem lett jobb. Mi van ezzel? Nem. Szétszedem, és tudod, ez a... Kihúzod a vattát, és a... Csak egy helyen nincsen vatta, a tekerésben. A tekerés alatt. Igen, teker. tehát jobbra-balra van, közötte meg elég. Ó, mondom, hát ilyen... A... Mesében nincs. És mondom, húsz van. meg jön, jön a TH. Az okay. úgy szokott történni. Igen. Elővettem egyébként régi, uh, lekvi, hát úgy régi lekvideket, hogy amiket um, nem szipákoltam már régóta. És uh, vannak itt nekem még ilyen csodák, hogy uh, Mystic Juice Blueberry, meg uh, ez az erdei gyümölcsös anyám kínja, sőt az alma is. És hogy ezeket szipákolom, azt veszem észre, hogy leginkább az almánál a savassága miatt egy picit. De úgy érzem, hogy a hármas is olyan téhát produkál, mint ha legalább ötös hatos lenne. Érdekes, hogy... Ö... Köhögtet? Nem, nem, köhögni nem köhögtet. Nem. Csak érzem azt mm -hmm. a téhát, ami megrúgja a torkomat, de hármasnál az ember nem vár ilyet. Úgyhogy ez a fura. Hát vagy almasav van benne, vagy, vagy citromsav. Ez a két savanyítót használják a, a likvidekbe. Én mind a kettőből elmentem a, a végletekig, és hát akár a föltolod ilyen, ilyen 6-7 százalék környékére, akkor bizony már. Én egyébként a savanyúság. ja a, a mi ez a díszelt káposztától is köhögök? Az azt az ecetes, igen? Azt az ecetes gőzt, ha beszívom, akkor végem van. Ja, tehát. hogy úgy, azt hittem mondom, hogy. hogy Úgy, igen. Mondom, hogy díszelt nem, káposztát nem, nem, nem tripelsz, a... vagy mit csinálsz? Ne, <gül> nem, nem. <gül> a forró káposztának van az az ecetes gőze, és attól kész vagyok. Tehát úgy kell ennem a káposztát, érted, hogy közben nem veszek levegőt, mert ha levegőt veszek, akkor kikögöm az összeset. Ha levegőt veszel, ha. akkor neked bealkonyul. Mondjuk egy-két embernek bealkonyult. Igen, ez egy gyönyörű átkötés volt egyébként. Két napja jött az adásfelvétel től visszafele, T-2, Jött a hír az Indexen gazdaságrovatban, hogy bealkony. Én már csak én teszem hozzá, hogy a Fasztek huszároknak bealkonyul. Ezt félre is értették egyébként, azt hitték, és kommentbe jött rá, hogy miért nevetsz máskárán. Nem. Nem nevetek máskárán, de hogy Kínában felfüggesztették az e-cigaretták internetes értékesítését. És ugye a, a, hír, a hír szomorúsága egyébként az, hogy ezt nem egy kínai adminisztrátor tette meg, hanem a... Várjál! Ez a kínai dohányfelügyelet volt. Ezek, ez a... Értsük, hogy milyen finom csemege ez, hogy a kínai dohányfelügyelet felkérte az országban működő webáruházakat, igen, apró kis, kis, ezt a masnit, ezt bontsuk ki. Tehát, hogy a dohányfelügyelet kérte az országban működő webáruházakat, hogy távolítsák el a kínálatukból az elektromos cigarettákat, és itt jön a masni utolsó rántása, két kézzel a két végét, hogy ezzel óvja a fiatalokat az egészségkárosító terméktől. Hagytam időt. Zseniális. Hagytam időt minden, Zseniális. A felügyelet internetes oldalán pénteken jelent meg a felhívás, miszerint a termékek gyártóinak, viszonteladóinak egyaránt fel kell függeszteniük az e-cigaretták forgalmazását a webhelyeken, a, az online vásárlást kínáló platformoknak pedig szintén le kell zárniuk az e-cigarettát kínáló felületeik működését, és be kell szüntetniük az árucik reklámozását is. Ezt az egészet azzal indokolják, még egyszer térjünk vissza a kínai dohányfelügyelet, hogy a magas egészségi kockázattal járó terméket az interneten kiskorúak is könnyen beszerezhetik maguknak, másrészt pedig azzal, hogy az e-cigaretták minőségi kontrollja viszonylag alacsony szintű, ezért sok esetben nem zárható ki a hibás termékek okozta Biztonsági kockázat sem. A WHO 2015-ben közölt adatai szerint egyébként Kína a világ legnagyobb dohány termék előállítója és fogyasztója is egyben. Tegyük mi hozzá azért, hogy és mögötte felzárk, vagy hogy mondják ezt tudom, és felkészül a versenyre India. És felkészül India, igen. ahol egyébként rengeteg kínai érdekeltségű dohánytermesztő van, igen. A távol országban egyébként ilyen úszkve 300 millióan dohányoznak, és megemlíti még a cikk, hogy a, az e-cigaretek gyártására létrejött kínai startupok jogilag szürke zónában folytatják tevékenységüket a hazai piacon, ugyanis jelenleg nincs egységes, a teljes országra kiterjedő törvényi keret, a termék biztonságos előállítására és forgalmazására vonatkozóan. Köszönjük az MTI-nek már, hogy a leközlést. És még mielőtt yes. bárki jönne azzal, hogy de én nem Kínából vásárolok, azért az nem úgy van. Biztos, tehát egy. Uh, igazából nem tudjuk, mit csinál a kínai dohányfelügyelet. Az is lehet, hogy ez a kínai uh, dohányzás fókuszpont. <laughs> de, de tényleg, képzeld el a, a Demjént, ahogy így meg van húzva a szeme. Tényleg uh, fogalmunk nincsen, hogy uh, mit takar ez, hogy dohányzás, kínai dohányzás felügyelet. Uh, de gyanítom egyébként, hogy, uh, hogy uh, nem a dohánygyárakat és gyártókat felügyelő ö, állami cég, vagy ha felügyeli őket, akkor, akkor ez az, amelyik ö, évről évre megmondja, hogy hogyan kell szigorítani a, a dohánytermékek eladását. <kül> Kína egyébként azért is ö, abból a szempontból is érdekes, hogy Európában ö, egy milligramnál húzzák meg, az egy szál cigarettában lévő nikotin mennyiséget, Kínában ott kezdődik. Tehát, <laughs> ott valami brutális erősségű cigaretták vannak, és hihetetlen design dobozok, meg zenélő cigarettás doboz. Tehát én olyanokat láttam, mikor kim voltam, érted, hogy az valami volt, mert ott még mindig egy ilyen, ilyen státuszajándéknak számít a, a cigaretta, mint nálunk a bombon. Tehát ha valahova mész, akkor vissza egy ilyen díszdobozos, ilyen tíz különböző merített papírban becsomagolt vörös arany, ez annyira jellemző egyébként, nem is tudom miért, de ilyen vörös arany dombornyomott, aranyfóliázott cigarettás doboz válogatást vagy készletet. Egyébként meg azt hiszem, hogy a, van, a, van a világon egy ilyen design verseny, és kétszer nyert az utóbbi időben kínai cég uh, ilyen doboz design versenyt. Az, egyik egyikre az a Lézer Panda nevű uh, alkotásuk volt, ami egy dohánytermék egyébként, bármennyire is úgy néz ki, mint hogy egy, <laughs> egy, ilyen űrhajós science fictionnek a állatvédő űrhajós science fictionnek a címe lenne, de, de nem az. Szóval nem tudjuk, hogy, hogy ki ez egy biztos. Ha Kínában az állam rendelkezik valamiről, akkor az úgy van. Tehát ott nincs kiskapu, nagykapu, tudod, ott, ott egy sima tisztviselőt, egy, egy csalásér, amiért itt tudom én, itt van azt mondják hogy hát bandikám, ügyes volt, de nem sikerült most mennyi egy hét szabadságra, na azt nyilvánosan kivégzik. Tehát, hogy ott nincs, nincs különösebben, hogy is mondjam, vissza élés, vagy, vagy a parancs nem teljesítése című fejezet, tehát ha hogy gondolják, hogy ez így lesz, akkor ez így így lesz. Valószínűleg ez nem fogja érinteni egyébként a, az a kínai, európai vagy a kínai-amerikai elektromos cigaretta kereskedelmet. Hát én és azt gondolom, hogy olyan szempontból érintheti, hogy ha valaki úgy bekeményít, mint mondjuk nálunk, és akkor egyszer csak azt veszik észre az emberek, hogy ó, nézd már a Gírbeszten Magyarországra nem lehet rendelni például, akkor könnyen bele lehet szaladni a csölcsbe, vannak... Várja, 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 tehát én a, a hivatalos kereskedőkről beszélek, és nem a, a, a Kínából Európa felé irányuló. Tehát nem a kis kereskedelemre, hanem a... Nem, én a nagy kereskedelemről beszélek, tehát a, a nagykereskedők azok ugyanúgy fognak vásárolni, ugyanúgy megkapják a, az, az árut, nyilván az nem, nem online kereskedésnek számít ebből a a szempontból nyilván ők ki fogják fizetni a vámot, áfát, mindent, amit kell, és majd ezek az áruk csak úgy érhetők el, hogy hivatalos forrásból. Itt nagyon sokan bejegyezgették a cikk alá, hogy ó, hát akkor tönkre mennek, aki nem mennek tönkre, mert eddig sem a faszteken rendelt cuccok voltak a, az adott gyártónak a fő profiljai. Ők, ők, azért, tehát a nagy gyártók, azok már rég rendelkeznek európai képviselettel, viszont eladói hálózattal, és nem a, a netes kereskedésen. Nyilván az is egy... Hát a netes kereskedést azért annyival árnyalnám, hogy, hogy valahol meg kellett őket találni, és leginkább ez mondjuk a, az AliExpress-nek a nagy testvérén, az Alibabán zajlott mondjuk, ahol nem egy darabra, hanem... Jó, de ott nem is adtak egy, egy darabot, a, tehát... Tízre, százra, ezerre, meg ö, elnézést kérünk, de csak ö, heti 15 ezre tudunk legyártani, jó lesz-e? Igen, valószínű. Meg hát azért ott vannak a kiskapuk, hogy ö, ott van Hongkong, ott van Tajvan de, na, egyébként Kína baromi nagy, úgyhogy amit én észrevettem egyéb iránt, hogy párkeresést keresést megindítottam csak, és hogy ez a véletlen vagy, tényleg egybevág ezzel, hogy a gírvesten is meg a foszteken is. Uh, olyan termékek voltak csak frissen fölrakva, mondjuk rákerestem ilyenekre, hogy Geek Vape, meg Joytech, meg Smoke, meg át, amiket úgy nagyjából az emberek veszegetnek onnan, és vagy olyan kiegészítők voltak, ami mondjuk egy szilikontok, ami szilikontok, nem cigaretta, nem elektromos cigaretta, nem hát, valami kiegészítő, ilyenek voltak. A több, tehát ilyen egyszerű dolgok voltak discontinued státuszban a faszteken, hogy a mondjad már, milyen, milyen smokot használtunk, mi ezt a, a, a drop, tudod, az a csöpp alakú, annak a kártridge, -e, uh, vagy a smoke rollónak a... Szórin. Igen, a szórin drop. Szórin. Vagy a, 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 a smoke a rolójának a kártridge, -e, és mindegyik discontinuous státuszban volt a fasztékiában. Úgyhogy euh, én az... Tehát nekünk nem lesz sokkal rosszabb, mint ahogy eddig volt, mert igazából kereskedő nem nagyon tudott fölvenni az ottani kínaiakkal kapcsolatot, ugye mióta az új szabályozás van nálunk, de azok, akik kintről rendelnének tömegével, azoknak megint egy picit nehezebb. Tudod, de a csak egyszer volt kipróbálva, csak kibontottam kipróbálni, működik-e, és ilyen apró hirdetések? Szerintem ezek, tehát amit én ebből így leszűrök, az egyrészt a, a szürke, illetve a fekete kereskedelem nyilvánvalóan csökkenni fog. Másrészt én azt nagyon sokszor megéltem, hogy vett valaki egy drága modot Kínából, két színes kijelzős izéhozé 120 dollár, és aztán két hét múlva, amikor összeszarta magát, akkor kezdődött ugye a, a disput, vagy ne adj Isten, három hónap után jellemzően, vagy fél év után kezdődött a disput, hogy akkor most mi legyen ki fogja ezt javítani, hová kell visszaküldeni, a visszaküldés költsége, kit fog érinteni, stb. stb. És utána a logóra csak elment, azt vett valahol valamit, mert ugye használni meg kell a, a cuccot, de na, szóval a, nehéz ügy. Harmadrészt pedig lássuk be, hogy a a másoló esztergák most nem annyira fognak suhogni odakint. Igen. Tehát ha, ha, ennek a, ha, ennek a, dolognak a pozitív hozatékát akarom nézni, akkor, akkor valószínű ez lesz. Tehát a spájzoljatok, spájzójatok, spájzoljatok, az még mindig áll, ha valaki még cérnát akar a dwarf tömítés alá tekerni, akkor még megteheti, mert egy-két oldal azért gondolom, hogy a készleteit még ki fogja árusítani, és ahogy te is mondtad, ott van Hongkong, Tajvan, tehát vannak azért menekülési útvonalak, de hogy így szűkül ez a kör, és ugye Európán belül meg már azt láttuk, hogy a az igazán jól prosperáló sopok -ok már mind ö, lezártak Magyarország felé. Nem hát azt meg, se de... felejtsük el, hogy megint jöttek, ö, vagy volt olyan komment, hogy jelentem ez hülyeség, rendetem, működik. Hát az előző ö, nagy gírbesztes ö, kézifék behúzása korpont volt olyan címbim, aki megrendelte a cuccot, nagyon sokáig kellett várni, gondolom ott ment a totózás, elküldjük, ne küldjük el, és aztán egy hónap múlva egyszer csak azt látja, hogy pénz van a számláján, mert visszautalták, mert mégse küldték el. Pedig még ő azelőtt rendelte meg, hogy életbe lépett volna ez a Magyarországra semmit nem küldünk történet, történet, történet. Úgyhogy nyugtával dicsérje mindenki a napot, és majd akkor jelentse ki, hogy működik, valami, amikor mondjuk a kezébe vette és használja. Egyébként az előbb, hogy beszéltél erről a, erről a design anyám díjról, ez szerintem a Red Dot design díj az, ami egyébként meg ahogy nézegetem az oldalukat, itt Fifika a ütvefúró, ami Red Dot designos, a zuhanyfej, ami Red Dot designos, és Tudok messzebb menni. Bambusz pavilon, ami reddott dizájnos, és ortopédiai kellékek, úgy mint kalapács, meg ilyen valami csontvéső. <laughs> és ez reddott, tényleg rohadt jól néz ki. De reddott dizájnos. Tudod, mikor a doki úgy megfogja, és úgy melengeti a lelkét, hogy hm, ma is vések egy sípcsontot ezzel a gyönyörű reddott dizájnos kalapácsommal. Hú, de jó lesz! Jaj! De ez milyen lehet a műtőben? Hú, bakker, neked dizájn kalapácsod van? A kurva életben. Igen, tőle. ez, már a v 2 Hú, de szépen hajlították ott azt az ívét, hogy megcsillan rajta a vér, és ahogy rászárad, gyönyörű, gyönyörű lajosom, én is rendelek egy ilyet. Hmm. Éh, istenem Na de máshol is elgurult Na, egyébként hát, a gyógyszer nem csak a Hát itt guringázik minden minden felé Ez, ez ilyen hatalmas <coughs> és így gurul-gurul így a földön körbe-körbe <coughs> körbe. és Andy besírnél is elgurult a gyógyszer aki, <coughs> Andy Besírt. <coughs> igen, szó szerint, aki egyébként Várj ö, ö, egy picit igen, megvan a videó. Tehát Andy Besír, Kentaki állam főállam ügyésze, és ilyen egyszerű dolgokat tudod, kicsapjuk az asztalra, hát mit kerteljünk itt jobbra-balra, azt mondja, hogy várja, megnézem az elejétől, nem hosszú a videót, igen, azt mondja, hogy kettő célunk van, az egyik, az életkori megkötést felemelni, tehát azt, hogy kivásárolhat nem 18, hanem 21, és rohadjatok meg, az ízesítéseket is be kell tiltani. Egyébként tegyük hozzá, hogy aki állam a legmagasabb a dohányzók számát illetően, és a második legmagasabb állam a vépelők, vagy a véperek számát tekintve. Ez egy ilyen kis apró az, csemege? Igen. Igen. Tehát De... én nekem ilyen kúj, ö, áll össze a kép a fejembe, hogy ö, ezek a szerencsétlenek ö, ne, semmit nem tudnak magáról az eszközről. Tehát, hogy úgy úgy jelentenek ki dolgokat, hogy sem a működését, sem a felhasználókat, sem, semmit nem tudnak. Érted? Azt tudják, Tehát hogy mit nem ráül Ráül a, a, egészségügyi fasiszták által keltett média hullám tetejére, és meglovagolja. És tudod, így azt gondolja magába, á, most nem vagyok a menőcsáv, és akkora ökörség hagyja el a száját, hogy ha utána ezt valaki neki elmagyarázza, összesírja magát. Tehát hihetetlen. <coughs> ilyen hihetetlenségekből egyébként még van a képzelitbeli tarsolyunkban, mert hogy mert hogy a Wireden is megjelent egy cikk, amit te be ez a kárcsökkentés helyett károkozás. Mondod vagy mondjam? Mondjad. Tehát, hogy, hogy olyan cikk jelent meg ezen az Isten verte weboldalon, hogy hogy ugye a, a fellépő tüdő megbetegedések, vagy hát nevezzük nevén a járvány kitörése, ugye, ugye, amiről beszélünk itt már hetek óta, ugye arra kényszerítette a, az államokat, hogy betiltsák az el-cigarettát, vagy ugye legyenek olyan államok, ahol elgondolkoznak, vagy betiltják ezeket az eszközöket, illetve a használatát. Viszont a kritikusok attól tartanak, hogy ez ilyen kontraproduktív dologgá válhat, mert hogy pont nem azt érik el vele, amit szeretnének. Amit tudunk, hogy, hogy alig több, mint egy évtized alatt körülbelül 40 millió ember használja világszerten ezt a, ezt a revolutionary cuccot, amit mi csak elektronikus cigarettának hívunk, vagyis hát mién, bácsi, és hogy ö, olyan cégeket sorolunk itt ö, az e-cigaretta mögé, mint a Jul vagy Júl, akinek, ö, vagy Júl, sose tudják, de még ők se, hogy hogy kell ejteni. A, aminek értéke ugye ilyen 30 milliárd, 38 milliárd dollárra van becsülve. Illetve Azt hát nem tudom, hogy a akkor a volt az annyi, mikor... katasztrófa után mire becsülték. Hát igen, ez akkor volt, amikor ugye az Altria bevásárolt 35%-kal, és uh, most az látszik, hogy, hogy ez, a, ez a, a csillagokon és azon is túl emelkedés, ez uh, elakadni látszik. Uh, miután megtörtént ez Amerikában, amit, uh, amit már hetek óta nyögünk, és, uh, és ugye ott van például Massachusetts is, ahol a kormányzó szeptember 24-én egy ilyen négy hónapos embargót hirdetett mindenféle uh, elektronikus cigaretta termék értékesítésére. Uh, Kaliforniában olyan ö, m, pro ö, hozzáállással találkozhatunk, hogy ott a, azt mondja a közegészségügyi minisztérium, vagyis hát arra ösztönzi a polgárokat, hogy hagyják abba a vépelést, amíg ezt a rejtélyes, mi ez az Isten, járványt ki nem vizsgálják, illetve a kivizsgálás be nem fejeződik. Ugye New York, Michigan, Rhode Island, betiltotta az e-cigaretta értékesítést, illetve valahol visszakoztak, de, de ugye a betiltáson gondolkoznak. Úgyhogy e, és nem csak Amerikában, hanem ez mint a pillangó effektus, ez Amerikában vert egyet a szárnyával a pillangó, és mi is érezhetjük ugye a, hatását. Ennek, amiről beszéltünk, hogy a dohánytól alig függő indiai kabinet bejelentette a behozatalnak, gyártásnak, az értékesítésnek a tilalmát, csatlakozva Szingapurhoz és Tájföldhöz. Ugye ott, ha igen, ezt most mondjuk, ha valaki tájföldre megy nyaralni, akkor ne vigyen oda elektromos cigarettát, mert jó eséllyel a bőriben fog északázni, és ott nem olyan a bőri, mint nálunk. Ön, Bizony, hogy nem. A, volt az a film, júj, júj melyik volt az a film, amikor jöttek volna haza az amerikai fiatalok, két srác, és has is találtak náluk, emlékszel? És az lett a film vége, hogy az egyiküket fölakasztották. Tehát ott... Nem, nem, nem emlékszel erre nem nem a nem filmre? Azt a fi nem. Uh, pedig jó film volt. Jó film volt, meg fogom keresni neked a címét. Mm. Mi van még itt? Mi van még itt? Igen. Azt mondják, hogy szerintük egyik módszer sem foglalkozik igazából a legutóbbi ö, megbetegedések, vagy hát. Ö, nem is tudom már minek, ez nem megbetegedés. Nem, nem, nem tudom mi a jó szó rá. Hát e, ezeknek a borzasztó gyors lefolyású gyakran halálos kimenetelű ö, baleseteknek a, az okával és ö, azt írják, hogy a CDC által bejelentett összesen 805 darab ö, hát tüdősérülés, vagy hogy mondják ezt magyar nyelven, nem is tudom, és 12 haláleset esetében úgy tűnik azért, hogy hogy legtöbbségében, vagy legnagyobb százalékban ugye akkor fordult elő, amikor uh, ilyen THC tartalmú uh, alkotó kombinált uh, folyadékot uh, használtak, és tegyük hozzá mi, hogy nem a THC volt itt a ludas, hanem a tokoferil, mi van még, mit hagytam ki? Semmit szerintem. A cikk egyébként baromi jól használja ezt a nagyon egyszerű hangsúlyt, hogy a, tehát a média agyatlan munkásai arra használták fel az egész egyébként. Tényleg katasztrófát, mert soha még, még ilyen arányban fiatalt érintő haláleset hullám nem vonult vég az Amerikai Egyesült Államokon, vagy ha igen, azt kurva jó titokba tudták tartani, láss gyógyszeripar, de, de szarul választották meg a, a célpontot. Tehát uh, ugye ebben az esetben baromira egyértelmű. Uh, minden előzetes vizsgálat és kutatás azt mondja ki, hogy nem az eszköz a hibás, hanem amit beletöltöttek. Uh, Európában ugye az egy darab 7 uh, évvel ezelőttre datált. 9, londoni vagy kilenc, csak kilenc év ezelőttre datált uh, londoni esettől eltekintve egyetlen egy uh, még csak gyanús haláleset sem volt egy cigaretta uh, használat kapcsán. És uh, és akkor még a világ többi részéről nem is beszéltünk. Hozzá túlhatunk uh, még egy, egy számot, Fifika? Ha... Persze. Hogy uh, beszélünk itt erről mennyiről Hány ember halt bele? Most ebbe a tokoferiles hülyeségbe? 13? Oké. Csak az amerikai Egyesült Államokban, csak a cigaretta, csak az elmúlt évben 480 ezer haláleset tért volt felelős. Igen. De, de, de Ernot még mindig a vaping device Ez a 13 se lett volna Mondjad, mondjad? Érted. Hát az se lett mondom, volna, de igen. De ez a 13 se lett volna, hogyha ha, ö, nem felelőtlen ö, ö, gazember feketéző ö, férgek kezétbe kerülnek ezek a, a folyadékok, és nem, nem akarnak belőle nyerészkedni. A, ezt akartam mondani. Mert megint a pénz. De egyébként megütötte a szememet a szám. Vagy a számat a szem. <laughs> 95%-kal kevésbé káros. De milyen szád van, Ön, Ugye? <laughs> Fifika, emlékszel, amikor Stuttgart helyett ö, Varsóban voltunk, hogy ott mit mondtak a mit mondtak a Philip morris hogy mennyivel kevésbé káros a, a Heat Not Burn, mint a hagyományos? Szerintem most... Ö, ö, Tudod, mert ott, ott egy magyar csaj volt Svájcból, és igen, akkor ott egy picit... igen, és De szerintem ő is ezt a 90-95%-ot. Na a azért, ez egy érdekes dolog, mert összefutottam egy kollégámmal lent a dohányzóban, aki eddig ugye cigarettázott, most pedig HMB-t láttam a kezében. És. És egyből olyan lelkesen mondta, hogy mert képzelt, hogy ez 95%-kal kevésbé káros, mint a Jézus Mária, mondom. Jó, hogyha így azt hiszi az ember, de ez nem. Hát annyival nem. De hát neki ezt mondták. Ja jó, oké. Okay. Maradjunk annyiban, hogy tényleg jobb, mint hogyha cigarettáznál. Ezzel kapcsolatban azért annyit szeretnék mondani, hogy, hogy egy pár kollégámat aktivizáltam, és a közeljövőben leülök velük beszélgetni, és lesz egy olyan blokk majd valamelyik adásunkban. Hát valamikor ilyen november közepén ejtem meg a hevenyészet riportokat, hogy beszélgetünk majd velük. Úgyhogy, ha neked van valami ötleted, témád, témajavaslatod, kérdésed, amit, amit érdemesnek tartanál föltenni, akkor mondjad, mert ez ilyen nagyon offline riport lesz, tehát oda megyek a felvevővel, bemikrofonozom magunkat, és beszélgetek velük egy 10-15 percet arról, hogy ők miért, meg hogyan és mit gondolnak erről. De... Jó, erről beszéljünk majd. Jó, 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 mert hogy ugye múltkor ugye lefényképeztem a munkahelyen a hamutartót, és... Az easy volt. Igen. Az easy volt. Hogy ezt kiírtam, a, a van nekünk egy ilyen belsős intranet oldalunk, föltettem a kérdést, hogy ki lenne az, aki ez ügyben beszélgetne velem, podcast adás anyagához, és el nem tudod képzelni, hogy pik, pik, pik elkezdtek hullani be a levelek. Én is, én is, én is, én is. És fiatalok, idősek, nők, férfiak, minden korosztály, úgyhogy le lesz fedve a halma, Az én kíváncsian várom, hogy ők mit fognak mondani, hogy, hogy miért, Mit gondolnak, hogy érzik magukat. Egyébként a mostan kollégám is úgy beszéltem vele, ő is mondta, hogy kezd érezni a szagokat, azért kimegy dohányozni, bár ez nem olyan büdös, de hogy azt mondják, hogy ez is megfogja, hát persze, hogy megfogja, minden megfogja a függöny, tehát ettől is be fog sárgulni. Mert ez nem elektromos cigaretta pára. Két, két dologra hívnám föl a, a figyelmet ezzel, kapcsolatba. Az egyik az, hogy valamelyik korai kutatás, még, még, amikor nem is láttunk HMB eszközöket, de ugye már a fejlesztés az folyt a háttérben, és ugye a, a HMB az, az azért nem egy, egy a semmiből előjött innováció, szoktam mondani, lást vizipipa, Uh, hanem, hanem ennek egy hosszú múltja van, és már régóta uh, próbálkoznak uh, ezekkel az eszközökkel, sőt, aromaterápiás uh, vonalon már jóval a, a dohány előtt uh, voltak uh, aromás gyógynövények, amelyeket hevítéssel uh, uh, próbáltak uh, belélegezni. Na, visszatérve erre a, a HMB-s vonalra, hogy én a korai fölmérésekből 85%-ra emlékszek egyébként, amikor még az angol közegészségügy nem mondta ki a 95%-ot. Egyrészt. Másrészt pedig én kvázi alá tudnám támasztani ezt a 95%-ot, mert ha belegondolsz, sokkal, de sokkal kevesebb... OR szól jut a tüdődbe egy HMB eszközből, mint egy elektromos cigarettából. Tehát elvben a, a kevesebb gőz az kisebb kockázatot jelent. Valahol egyébként az ECG között mi is azt mondjuk, hogy a a, a DL és az MTL készülékek között a, a DL-nek van nagyobb kockázata. Tehát amikor egy 20 órai sört és nem kortyonként, az sokkal veszélyesebb lehet, mint a, a kortyolgatás és az ízlelgetés. Úgyhogy pff, szerintem a két, két eszköz egyébként valahol közel azonos kárcsökkentési. Tényezővel rendelkezik. Az viszont biztos, hogy a, a HMB az szinte ö, ugyanazt a szagot tudja hagyni a környezetben és a ruhádon, mint a hagyományos dohánytermék. Ennyi. Közben én keresem neked azt a filmet, amiről elni akartam. Visszatérve a HMB-re. Ott is nagy valószínűséggel a, a Csik jelenti egyébként a legnagyobb ilyen szakforrást, úgyhogy már láttam, hogy az iCOS-nak vannak ilyen baromi dizájnos tartója, amiben beledobhatod a csikket, és az ilyen teljesen légmentesen lezár, és akkor a, a smell nem marad a környezetedben. Olyan mértékben, mintha betennéd az íróasztal fiókjába, mert ugye ez beteheted. Tehát nem fog kigyulladni tőle semmi megvan közben a film. És akkor így át is csaphatunk a filmekre, sorozatokra, mit szólsz hozzá? Yes. Kérlek szépen, arra kell rákeressél, hogy Return to Paradise, vagy Visszatérés a paradicsomba. Visszatérés a paradicsomba, igen. És most ugrott be igazából, hogy, hogy akit a végén kivégeznek, az pedig a jó, Joaquin Phoenix. Tehát három New Yorki fiú ö, Malajziában lógatják a lábukat, ö, mennének haza, és ö, ketten haza is jönnek, a harmadik srác ott marad, és aztán aztán jönnek az érdekes ö, cselekmények, és ö, Ugye azt mondják, hogy letartóztatták az egyiküket, és kábítószer üzérkedésért vád alá helyezték, és nyolc napon belül felakasztják, ha csak ők vissza nem térnek, és el nem vállalják a börtönbüntetést három-három évet, ha mindketten visszamennek hat évet, ha csak az egyikük. És, és, ebből indul a dráma, ugye, hogy a Phoenixnek a, hát illetve a Joachim Phoenix mint szereplőnek a testvére keresi meg őket, és hogy persze visszamegyek, aztán mégsem megyek, és aztán aki azt mondta, hogy mégsem megyek, az visszamegy. Nagyon érdekes, nagyon megindító a sztori, úgyhogy ezt tényleg mindenkinek merem javasolni. A másik, ami sorozat, és sorozatzáró az pedig a Silicon Valley. Nem tudom, nézted -e. Nem, oh, nem. q oh, oh. van, tehát ha, tudod, ha, ha nem, ha nem uh, lesz jobb, akkor, uh, akkor majd elkezdem nézni, uh, de most egyelőre még uh, se időm, se energiám, tehát örültem, hogy tegnap meg tudtam nézni a Blacklist következő részét, mert ugye mindig vasárnap kerül fel a Netflixre, és, és még van kettő-három sorozat, amiben így térdig benne vagyok, de, de ja, tehát ilyen listás a Silicon Valley. Most már akkor nem kell attól félni, hogy nem fogod sose utolérni magad, mert, mert most kezdte az utolsó évadát az HBO-n a dolog. Kezd, kezd, érdekes lenni egyébként a cselekményszer, mikor, mikor valami, valami nagyon dél-amerikai befektető be akar szállni egy milliárd dollárral a bizniszbe, de hát tulajdonképpen csak az a probléma, hogy hát a családjukban egyébként gyerekekkel dolgoztattak, egyébként stadionban lőtték hagyjon az embereket, de mindenféleképpen be szeretnénk szállni a bizniszben, mert ha nem szállunk be, akkor az neked is rossz lesz. <gül> <gül> Csak így finoman tudod. Úgyhogy azt érdemesnek tartom, hogy akkor vedd fel a, a számot, Így a 259. adás vége felé. Úgyhogy jövő éte már 260. Nekem van, nekem van még egy megbeszélni valóm, hogy órát nézek. Tudod? A adás elején beszéltünk róla. O okos órát? Nem, nem. Tehát épp ez a ez a, a problémám, hogy nekem van kettő darab okos órám, és egy baromira frusztrál, hogy két naponta vagy három naponta föl kell tennem tölteni. Mondok jobb alternatívát, de először Oké, okay. aztán uh, nagyon uh, frusztrál az, hogy, uh, hogy ezek uh, nem igazán ilyen strapabíró órák, tehát állandóan fosok, hogy nekiverem valaminek, betörik a, az üvege, uh, na, szóval, hogy nem, nem. És akkor így nézelődtem, nézelődtem, és egyszer csak így már ott tartottam tot, hogy egy ilyen aránylag klassz kronográf is jó lenne. Mutatós, nem mutatós, fölhúzós, mechanikus, vagy akár kvarc. Na és akkor egyszer szembe jött velem egy típusú óra, ez a Zeblés nevű kínai márka. Egy darab gombelem van benne. Elméletileg ez két évig gurul. Uh, nyilván, ha, ha Bluetooth-szal használod, akkor uh, akkor uh, uh, lehet, hogy nem bírja ki a két évet, nem tudom. Ez a, ez a vibe, vagy mi a tököm? Vagy tor? Vibe, vagy? igen, igen. Aha. Nem, nem, ez a vibe. Ez, uh -huh. ez a vibe. Ez egy abszolút uh, uh, egyszerű, tehát hívás értesítések, tudod, megjelennek, rezeg. De, de már mondjuk valószínűleg e-mailt nem fogsz rajta olvasni, meg, meg ilyesmiket. Tehát egy ilyen tök egyszerű, tényleg csak azért, ha hívnak, akkor rezeg, ha jön egy üzeneted, rezeg, ránézze, látod, hogy hívás vagy üzenet, és talán az időjárást jeleníti még meg, a, a de ugyanúgy számol lépést, alvást, de nem mér pulzust, meg nem tudom én mit. Ez a VIP 3S, azt hiszem, a zebléznek, és ez egy ilyen kimondott rugged cucc, tehát ütheted, vághatod, tusolhatsz vele, úszhatsz, homokozhatsz, bármit csinálhatsz. Na és akkor így, így most, most ezen agyalok, érted? Akkor... De erre mondtad te, hogy? tehát, hogy vannak, vannak azért nagyobb nevek szerintem a piacon ennél, és, és csak ilyen gondolat indítónak, ébresztőnek kérdezném az alábbiakat, hogy, hogy ez mennyivel ad többet, vagy mennyivel jobb, mint mondjuk egy, egy Xiaomi okos óra. Hát a Veikónak van egy, nem tudom, hogy kell szépen ejteni egy verge, Igen. ami most azért elég jónak uh, számít, és az talán egy hétig bírja is, és mp3-at játszik le, és kihangosít, és telefonálhatsz róla, és minden szírszart uh, uh, csinál, nem is néz ki rosszul egyébként, és még az ára se vészes ilyen 40-50 rugó környékén. Van az az óra, de de az se az az ütni-vágni való. Tehát én nem, nem akarom sajnálni az órát. Tehát jó, de hát időt. Tehát értem, az a... értem, csak hát ebben nem trágyát kell lapátolni. És egyébként most nézem, hogy full coverage explosion proof TPU screen protector 1480 forint. Ez mind a 38 ezer forintos órához, de én elmondok egy másik alternatívát neked. A feleségem mint olyan, nem okos óra van egyéb iránt. És mégis, ez egy olyan majdnem okos óra, és ő ezt azért szereti nagyon, még nem mondom el a típusát, mert hogy ez annyira annyira old school, hogy mutatós. És annyira old school, hogy más nagyon nincs is rajta, csak a mutató meg a napok. Tehát tudod, az a Aha. és ez mind, mind nem digitális számlap, viszont uh, Bluetooth-on keresztül kapcsolódik az órádhoz a telefonod és uh, és uh, hívást jelez üzenetet jelez számot számol és a többi és a többi, tehát pulzus nem mér nyilvánvaló, de ez a ez a hirtelen hm, akartam mondani ez a fosszilnak az órája a fosszilnak van smartwatch portfóliója, hogy így mondjam, és nem akarunk nagyzolni, nem itthon vettük neki, ott vettük, ahol az ember kaszinóba jár, mert minden sarkon és a sarkok közötti részeken is csak kaszinók vannak, és hogy gyönyörű volt az óra is, és, és hogy ő ezt azért szereti, mert megvan az analógiának az élménye, egy darab gombelemmel megy, és most cseréltünk benne először, az azt jelenti, hogy két éve voltunk ott. Tehát két év egy gombelem mindig Bluetooth-szal összekötve, és a telefonos applikációjában be tudod állítani, hogy ő úgy jelzi neked a hívásokat, mivel nem tudja kiírna, hogy kiírni, hogy mújó, mondjuk a múlyót amúgy se írná ki, mert sose hív vissza. Sem, így van, tehát tök mindegy. <laughs> igen, de hogyha mondjuk mindegy én egy hívlak, mit igen, tehát ha mondjuk én hívlak, akkor az nem azt írná ki, hogy Charlie, hanem a telefonos applikációban meg tudod határozni, hogy a számokhoz rendeled a dolgokat, és mutatja neked az időt, hogy 10 óra 54 perc. Ha én csörgetlek, elkezd rezegni a kezeden, a mutatók összecsapódnak, a kicsi meg a nagy, és mondjuk te beállítottad, hogy ha én kereslek, akkor forduljon az egy órához. És akkor itt szépen odahajtja a motor, egy órára áll, és kész. És ugyanezt be tudod állítani, hogy ha jött neked Viber üzeneted, akkor menjen a kettesre. Ha jött neked SMS-ed, menjen a hármasra. És a legnagyobb, hogy ugye három gombja van oldalt, tehát hozzá tudsz ilyen fix dolgokat hogy mennyi az idő, vagy stopper indítasz, és mondjuk a harmadik gombra az aktivitásodat, mert azt is méri, és ö, van egy, ö, egy belső nullától százig, tehát nem azt mondja, amit te beállítasz az applikációban, 8000 lépés, az a 100 százalék, és napközben, ha megnyomod a gombot, akkor kitekeri oda, hogy 80 nál vagy. Ha elérted a százat, elkezd a kezeden rezegni, és mint mikor beérsz a célba, és így a két kezedet így emelgeted a magasba, na ugyanezt csinálja a két mutató. És így, mintha így integetnének neked szerintem, ö, kurva vicces, meg, meg egyébként jó is a dolog, és mondom így, hogy, hogy fixen az van a, a karján az asszonynak, két éven keresztül húzta azzal a pici ö, gombelemmel, és ö, nem is egy ö, elvadult, Árak vannak egyébként ö, a, a foszilnál. Ö, most nézem, épít a raktár készletüket. Ö, ugye hibrid smartwatch-nak hívják ők ezeket. Igen, igen már, már rá, rájöttem. És, és kurva jó kinéző ö, órájuk is van, mindig jól néz ki, de látok én itt ilyen nagyon old school ö, látok ö, Ilyen ezüst számlapos, látok szürke, grafit, kék anyám kinyom mindet, és, és 88 dollártól látok fölfele 195-ig. De a 195-ben már tudod, ez a, a kívül lehet tekergetni a gyűrűjét, és még van hozzá plusz két gyűrű, és ez mindegyik szinkronizálható a, a telefonnal, valamelyikhez még a bőrszíj mellé pluszba fémszíjat is adnak valahova még adnak még mellé pluszba egy fonott szíjat is, meg azt a Milanese Loop, tudod, ami az Apple-nél van, az a nagyon apró, fonott, fém szíjas. 30 ezer forintért, három szíjjal. Szóval nekem ezek, az asszonyon is tetszettek, én is gondolkoztam rajta, hogy veszek egy ilyet, mert én szerettem ezeket az analóg dolgokat, vagy ilyen analógnak kinéző dolgokat, és a nagy előnye az az, hogy, hogy ez úgy értem én, hogy ez egy design márka, hogy fosszil, viszont a cimborám is pont volt így, hogy tönkrement a pont ez a márkája, vagy valami problémája volt, és pont, hú, hol is vettük, nem tudom, Floridába, vagy hol, és New Yorkba voltunk, és bementünk az első fosszil óraszalomba, vagy tudod, ahol mindenféle szírszarok voltak, bementünk, oda vitte, hogy ez a gondja vele, itt meg lehet, Persze, persze, de hát a blokkja már nincs meg. Áh, mindegy, azt utána tudunk nézni a sorszám alapján. Megnézték, jó, jöjjön vissza két nap múlva. Tehát, hogy ilyen, ilyen világgaranciás játék nem kell vele ö, nagyon aggódni, és ö, ö, tényleg ilyen pár ezer forintokért lehet hozzá szíjat, pont most vettünk, mert tudod, ez olyan könnyen, egyszerűen cserélhető a szíj, mint, mint az Apple watchokon, hogy egy pöcköt meghúzol, és akkor már cserélheted, és akkor így Épp a milyen kedve van az asszonynak olyat ö, rak föl rá, de hogy épp a minap mondta nekem, hogy hú, már már kéne cserélni a szíjat, mert már ciki fölvenni, de egyébként, meg ha a másik óráját veszi föl, már annyira hiányzik neki, tudod, hogy rezegés, akkor, mert a telefonját lenémítja, ezt meg ugye fixen mindig érzi a kezén, hogy Igen. A rezegés valaki Igen. hívja. És azt a két-három embert így baromi egyszerű megjegyezni, hogy ha a 11-re fordul, akkor a, a férjem hív, ha az 1 fordul, akkor meg a Muter. Úgyhogy. Nem akarok senkit, meg téged se rábeszélni, pró, hát, pró vagy figyelj, kontra. Jó, jó ötlet egyébként, mert most épp egy ilyen 205 dolláról 99 USD-re leárazott ö, ö, füst, rozsdamentes acél színű órát nézegetek, Barom jó. És mindent tud. Hát, mindent is. Riaszt, fotóz, Ja igen, igen, az a legnagyobb, hogy ugye a, a fényképező gombot Gombokat is... szemére személyre lehet szabni. Igen, és akkor ott megnyomod, és rajta. lecsattintja távolról a telefonot. Tehát, mint egy bluetooth gomb a fényképezéshez. Sőt, tud olyat, hogy ha nem tudod, hol a telefonod, megnyomsz rajta egy gombot, és megcsörgeti ja, igen, a telefon. ezt már csináltuk, ezt már csináltuk. Ja, mókás a dolog. De meg hát, ugye nekem azt tetszik igazából benne, hogy, hogy ugyanúgy működik az ébresztés funkció is, tehát rezgeti a kezedet, nem csipog, mert nem tud csipogni, de rezgeti a kezedet, meg, meg oda-vissza működik. Tehát, hogyha a telefon nem találod, akkor megkeresed az órával például. Tehát én már... hát nem gondoltam, hogy, hogy meggondolásra tudsz késztetni, de, de ja. Azt mondom, hogy igen. Elmo tehát elmondom neked, hogy én azért gondolkozom ilyenekben, mert én, én szeretem a, a mutatókat. És hogy ö, ö, azt viszont nem szeretem, hogy nézegettem most a bávnak volt, vagy lesz valami pff, óra licitje. Tényleg jó áron, vannak kiírva licitre dolgok, de hogy ö, a licit az az alja, tehát onnan csak fölfele megyünk, és hogy nem nem, tehát én nem akarok egy óráért négy, öt, hat, 800 ezer forintot adni, viszont, viszont jó, hogyha az ember kezén van egy óra ruhához, bármihez, és, és ez meg nem egy olyan összeg, hogy ó, veszek belőle kettőt, hármat, és akkor mindenhez van, vagy hogy többfajta szív van hozzá, akkor hát most ez a, ez a templomba szív, a másik meg a kertben kapálós szív. Tehát én csak ezért gondoltam, hogy nézd rá, aztán vagy szar, vagy kalapos inas, de hát na. Jó, jó, tetszik. Tetszik. Egyébként azt hiszem, hogy náluk izé van, igen, Worldwide ö, szállítás, meg ö, ugye mikor mi megvettük ö, Las Vegasban az órát, akkor még a hátuljába bele is gravírozták a monogramját, de azt nézem, hogy itt a weboldalon is ott van, hogy hogy ingyenes gravírozás és ö, díszcsomagolás jár hozzá. Wow úgyhogy belegravírozhatod, hogy Charlie vagy valami hasonló, nem tudom. Vagy tudod, hogy magadnak feladod a hogy a, a, hogy hogy a, nő, a nő, női órának az a neve, hogy hogy uh, Carly, vagy vagy valami ilyesmi, nem mondom, csak a H betű na, ugye? a nevethez. Jó, köszönöm szépen a tippet. Basszánk, megint lesz, mint agyalni. Egyébként nekik van a, a nem tudom, hogy oda szoktál lejárni Pandorfban az a Premier Auction, és igen, hogy tudom, ott van, hol... van fosszil bolt is, és tényleg rogyásig vannak órával kiegészítőve anyám kinyava, tehát miha oda megyünk, akkor, akkor ott is szét szoktunk azért nézni, hogy van-e valami jóság, újdonság. De, és természetesen azt meg kell, hogy egyezzem, hogy nekik is vannak azok a hagyományos értelemben vett ö, okos órák, amik, ö, amik úgy mutatják a, az időt, mint amit te is mondtál, Órát, hogy LCD kijelzője van, és és ö, ott mutogatja a, az időt, meg mindenféle szírszart, de hát azok ilyen pff, 300 dollár környékén vannak, és igazából nem sok fantáziát látok ö, egy ilyen egy ilyen kijelzőben. Más az óra, szia, aztán ennyi, de ez látszik az árakban is, tehát na, most nézem, 180 dollár ér is van. Aha! Na, így már több fantázia van benne. Ugye, ugye, ugye. De hogy azok olyan eszközök egyébként, itt is nézem, vir os by Google. Tehát nem valami himi humi szoftver van rajta. Na mindegy! Kattints meg! Jól elszaladtunk az adás időben. Arra té. Ja, ja, ja. Vegyetek órát. <laughs> Igen. Jó, Fifika, jövő héten ugyanitt. Mindenkinek köszönjük szépen, hogy kitartottatok az ilyen uncsi témáknál is, mint óra, meg filmek. Jövő héten jövünk. Sziasztok! Egy élmény volt megint. Sziasztok! <laughs>